Jégeső pusztított Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több településén még júniusban. A természeti csapás után a belügyminisztérium segítséget nyújtott az önkormányzatoknak. A szocialista képviselők szerint azonban újabb támogatás szükséges, mert a kormányzati segítség nem érintette a magántulajdonú megrongálódott ingatlanokat. Veres János kezdeményezése arra irányult, hogy még a rossz idő a tél beállta előtt sikerüljön megoldani a magántulajdon ingatlanok helyreállítását is. Ebben eddig nem igazándiból történt kormányzati segítség, és annak örülök, hogy egyetértett a közgyűlés összes frakciója, illetve a megyei közgyűlés elnöke is, hogy ismételten segítségért forduljunk a megyei belügyminiszterhez, úgyhogy a közgyűlés ennek egy levelet fog írni a belügyminiszterhez, és remélem, hogy még a tél beállta előtt, a rossz idő beállta előtt megoldódnak ezek a problémák. Napirend előtti felszólalásában az Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felemelkedésért egyesület önkormányzati képviselője Helmeci László a közfoglalkoztatási rendszerről beszélt. Kiemelte, megyénkben 100 dolgozóból 17 közfoglalkoztatott. A Jobbikos Adorján Béla hozzátette, a minimálbér és a közfoglalkoztatotti bér alig különbözik, szerinte kormányzati intézkedés szükséges. A képviselő a megyei települési szilárd hulladék gazdálkodási program megvalósítási helyzetéről tartott tájékoztatóhoz is hozzászólt. A politikus úgy véli, miért szemétszállításra lenne szükség a megyében, vagy ingatlanonként bejelentett lélekszám alapján meghatározott díjakra. Hogyha egy fő lakik egy adott ingatlanon, akkor egy-egységnyi szemetet termel feltételezhetően, és egy-egységnyi szemétszállítási díjat kell fizetnie. Azokon az ingatlanokon viszont, ahol akár 30-an is laknak, ott 30 egységnyi szemét fog keletkezni, nyilvánvalóan azért, mert ilyen az élet, és ők 30 egységnyi díj fizetésére lesznek kötelezettek. Többek között a fenntartható energetikai és klímacselekvési programok kidolgozása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című felhívásra benyújtott támogatási kérelmet is jóváhagyták a képviselők. A pályázatot a megyei önkormányzat több város önkormányzatával közösen konzorciumban valósítja meg, és többek között vidékfejlesztési és líder egyesületek is részt vesznek majd a projekt az akcióterv megvalósításában. Egy olyan pályázati programról van szó, amely további beavatkozásokra ad lehetőséget. Alapvetően egy tervről és egy dokumentumról, amely viszont pótolhatatlan ahhoz, hogy további európai uniós forrásokat tudjanak a települési önkormányzatok megpályázni környezetvédelmi, illetve energiahatékonysági célokra. A közgyűlésen arról is szó esett, több helyi és országos médium azt közölte nyáron, a vásárosnaményi szennyvíztisztító telep szennyezi a Tiszát, ezért a víz alkalmatlan fürdőzésre, pusztulnak a halak. A hír nem igaz, ez több frakció képviselője is megerősítette, de a közgyűlésen kiemelték, a régi szennyvíztisztítót valóban korszerűsíteni kell. A fejlesztéshez szükséges, a probléma rendezéshez szükséges forrás az rendelkezésre fog állni, hiszen a kormányzat, maga a kormányhivatal is intenzíven foglalkozott a problémát mérehatóan tanulmányozta. A javaslat megtörtént, és én úgy tudom, hogy a javaslat befogadásra került, és a szükséges fejlesztéshez szükséges forrás az biztosítva lesz, és hamarosan szerintem ez a megvalósítás talajára is fog lépni. A közgyűlésen elhangzott az is, az október 23-ai központi megyei ünnepséget idén Záhonyban tartják majd október 22-én szombaton.